Az idei nyár jelentősen aszályos volt, számos gabonafélének volt az átlagnál is rosszabb hozama. Így a mezőgazdaság jövőjét jelentheti az Afrikából származó cirok. Szeptember 27-én tartották Zagyvaszántón a ciroktermesztés jövőjéről szóló szakmai találkozót. Mi szántóföldnövény termesztők soha nem látott problémával szembesültünk ebbe az évben. Ez a 2022-es osztály, ami elért minket, ez ugye 100 éve volt körülbelül ilyen. A növénytermesztési oldalról a termelő szervezeteknek már korábban megvolt az elképzelésük arról, hogy a cirok egy kiváló takarmány alapanyag, főleg ugye az aszálytűrő képessége miatt, amit az idei év az nagyon komolyan ugye alá is támasztott. Egy olyan növényről beszélünk, amely bizony a maga szárazságtűrése, a meglévő takarmányozási, kedvező takarmányozási tulajdonságai révén olyan alternatíva valós és tényleges alternatíva lehet a magyar növénytermesztésben a gazdálkodóink számára, amelyet érdemes számba venni. Tennap azzal kellünk fekszünk, hogy jön az ukrán kukoricaimport, mennyi lesz ez, milyen ennek a minősége, de én úgy gondolom, hogy ezt is csak addig fog tudni működni, amíg ott nem lesz más helyzet, úgyhogy ezt nekünk kell megoldani, és a magyar elsődleges célunk ugye, hogy a szántóföldi növénytermesztésnek, vagy az állattenyésztésünknek takarmánybázist tudjunk biztosítani. A magyar mezőgazdálkodás múltjáról, jelenéről és jövőjéről kérdeztük Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét. Én magam klímaszkeptikus voltam egy 10-15 évvel ezelőtt, de most már be kell lássam, hogy ez elért hozzánk. Ennek a klímaváltozásnak a következő tünetei vannak. Nincsen komoly tél, hideg tél, a télen nincsenek csapadékok. Ennek következtében a télen, amikor fel kéne töltődjön a talajok vízkészlete, nem töltődnek föl, és ennek következtében már egy nem túl nedves talajokba mennek a tavasszal a növények, és ezek a növények kevésbé bírják a stresszt, mivel a kevesebb víz van a növények alatt, mint amennyire szükség lenne. Ez 2021 őszén kezdődött ez az aszály. 2021 őszétől nem volt csapadék. 2021 és 22 közös télen nem volt hideg, nem voltak csapadékok, és gyakorlatilag a növények így teleltek át, és sajnos a tavaszi csapadékok nem érkeztek meg, vagy csak elvontatottan, és ugye a nyári aszály viszont tönkretette nem csak a őszi kalászos vetéseket, hanem a kapás növényeket is. Ugye a 2022-ben egy kimagaslóan rossz év volt a szántóföldi növénytermesztés szempontjából. Ez a nyári asszály, ami megviselt minket, és gyakorlatilag tönkretett az ország termésének nagy részét. Jövő szenáriója az nagyon nehezek. Ugye, hogyha az idén nézem, akkor az a legegyszerűbb szenárió, hogy hát ha 100 évig nem lesz még ilyen asszály, ami az idén volt, de ez balgasság lenne ebbe gondolkodni.